Babaszoba rovatunkkal folytatjuk a délelőttet, és nem is igazán a babákról, hanem már a kisiskolásokról fogunk beszélgetni, mert hogy a gyermekkori kiégés témájával foglalkozunk. Itt van már velem a stúdióban Szigeti Réka, szervusz, szeretettel köszöntelek. Szervusz, üdvözlöm a nézőket. Na hát kezdjük talán az alapvető kérdéssel, hogy beszélhetünk egyáltalán gyermekkorban kiégésről, mert hogy ezt ugye elsősorban a felnőtteknél szoktuk használni, ezt a kifejezést. Igen, így van, de manapság már kutatgatják, és most már van gyerekkori kiégés. Ez inkább serdülőkorúaknál jellemző, vagy iskolai kiégésnek is szokták mondani, hogy akadémiai kiégésnek, de hogy igen, már a gyerekek életében is sajnos beszélhetünk erről a dologról. Nézzük meg akkor az okokat, hogy mik lehetnek azok. Én itt gondolkodtam ugye reggeli órákban, hogy miket is lehetne felsorolni ide, vagy felírni ide. Én azt látom a mai kisiskolásoknál, hogy eltelt mondjuk az iskolai idő, és akkor utána úszóedzés, balettedzés, táncóra, hegedűóra, néptáncóra, külön matek, külön fizika, nyelvóra, és akkor este 8-ra érnek haza, akkor még esetleg egy kis tanulásnak is bele kellene férni a napjába, és utána vége, igen, és kezdődik előről. Nem csoda, hogy ugye a burnout, a kiégés, az ugye a kimerülést jelenti, és nem csoda, hogy annyira tele van a napi rendünk mindannyiunknak, és a gyerekeknek a napi rendje is egyre inkább tele van, hogy ez szerintem is az egyik elsődleges ok, ami miatt a kiégés egyre inkább előfordul. Kiégnek a felnőttek, tehát hogy ebben a világban élnek a gyerekek, ahol a felnőtteknél is egyre nagyobb számban fordul az elő a túlzsúfolt napirend miatt. A tanároknál az érzelmi megterhelés miatt még nagyobb a veszélye a kiégésnek, és ebben egyre inkább osztoznak velünk a gyerekeink is. Lehet azt mondani, hogy rossz példát mutatunk a gyerekeinknek? Hogyha mondjuk mindenki megnézi a saját naptárját, igen, akkor hát elkerekedik a szemünk, az rendben van. Igen. Nekünk lehet zsúfolt a naptárunk, na de a gyerekeknek? Igen. Igen, de hogy az elsődleges az, hogy igen, megnézzük, hogy a saját naprendünk is, és a saját naptárunk hogy áll, mert a mintaadás az egy nagyon fontos dolog, mert nagyon könnyű felnőttként is, meg a gyerekeink életét is úgy beszervezni, hogy tele legyen. A kultúra, a nyomás, ez valahogy erre van most kihegyezve, hogy minél többet, jobban és kevesebb idő alatt, gyorsabban, optimálisabban pakoljuk tele, és jönnek ezek az üzenetek, hogy lemaradunk valamiről, hogyha nem teljesítünk eleget, és ugyanígy, hogy lemarad róla a gyerekünk, hogyha nem teljesít eleget, hogyha nem iratjuk be elég sok külön órára, hát akkor hogy lesz belőle elég egészséges, zeneileg művelt, és hogyan fog nyelveket beszélni, hogyan fog ő boldogulni a világban. És valahogy így bele lehet sodródni ebbe, hogy akkor ezt is, meg még ezt is, meg hát valahol még azt is gyűrjük be, és hogy ez tényleg egy gond, mert egyre kevesebb szabad idő marad nekünk is, és a gyerekeinknek is. Nézzük meg a hétvégéket például. Most ezek a hétköznapok voltak, amikor tak-tak-tak-tak-tak, így mennek a gyerekeknek a programjai, és akkor hétvégén jönnek azok, hogy meg kell látogatni a nagymamát, el kell menni a születésnapi zsúrba, nem tudom, cipőt kell vásárolni. És akkor bejön egy kosármeccs. Igen, akkor a külön órák ugye folytatódnak. Igen, szóval, hogy a hétvégén sem a pihenésről és az aktív kikapcsolódásról, a feltöltődésről szólnak, én azt látom. Igen, nagyon sokszor, és hogy nehéz is ebben megteremteni az egyensúlyt, mert tényleg vannak olyan dolgok, hogyha a gyerek akarja, és talán ez lett itt egy vezérfonál, hogy mi az, amit a gyerek tényleg élvez. Ami, tehát, hogy van olyan, hogy mit tudom, hogyha járt egész héten, meg egész hónapban, egész évben kosarazni, vagy focizni, akkor a meccsre nyilvánvalóan ott kell lenni. Akkor ez nem kihagyható. De hogy nézzük át kritikusan, hogy tényleg mik azok a dolgok, amik kihagyhatóak, ugye ez a priorizálás az életünkben, megtalálni, hogy tényleg minek van értelme, mi az, amit mindannyian szívesen csináljuk, vagy hogyan csináljuk azt, mert lehet, hogy néha összevonhatunk dolgokat, és akkor mindenki jól jár, és a nagymama is kapott, meg a gyerek is kapott, és akkor nem kell például ebédet főzni, de hogy valahogy megnézni, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy egy kicsit szellősebb, lazább legyen az életünk, és akár ugye szokták javasolni, hogy betervezni a pihenés időt is, és beírni a naptárban, úgyhogy ez a pihenés idő, amikor semmit sem csinálok, és ugyanilyen védett időnek tekinteni, mint bármilyen más dolgot. Nézzük meg, hogy kiket okolhatunk. Most ez csúnya szó lesz, de azt olvastam egy újságcikkben, hogy a gyerekek 30%-ánál az elsődleges stressz forrás az maga az iskola, hogy itt most a
nem mondom azt, hogy a pedagógusokat kell hibáztatni, de hogy ők felelnek a gyermekkori kiégésért, vagy a szülők? Milyen arányban nagyjából? Hát igen, ezeket nagyon nehéz itt pontos számadatokat mondani. Az viszont nagyon érdekes volt, én is megdöbbenve olvastam egy ilyen tanulmányt, ahol azt mutatták ki, hogy mérhető hatása van a tanárok kiégettségének a gyerekek stressz állapotára. Tehát, hogy egész konkrétan a stresszhormon szintjük változik annak hatására, hogy éppen ott tényleg milyen, mennyire kiégett az a tanár, aki ott van, aki nem feltétlenül okolható, de hogy ő is része a rendszernek, sőt, ő is valahol áldozata néha ennek a rendszernek, inkább azt mondanám. És ezért az biztos, hogy ez a rész is nagyon fontos, illetve az, amit otthonról kap, otthonról lát szülőként, és sose felejtsük el, hogy a gyereknek megvan egy vele született temperamentuma. Ami ugye nem rakhatunk egyenlőségjelet a szülő és a gyermek temperamentuma között, ezt már megtanultuk. Így van. Tehát, hogy van olyan magával hozott dolog, ami hajlamosítja őt, vagy az egyik, vagy a másik dologra, és ezek aztán szépen összeadódnak. És ebben benne van az a... Arról se feledkezzünk el, hogy tényleg ebben a korban élünk. Tehát ez egy korszellem, aminek szintén százalékos szintén oda kell adjuk a maga részét. Tehát, hogy annak is van hatása, hogy tényleg ebben a világban élünk. De hogy hogyan élünk ebben, milyen szabadságfokokat tudunk magunknak találni, abban már szülőként, tanárként van beleszólásunk, és tudunk tenni. Na most a szülők nem is. Megnéztük eddig az okokat, akkor most nézzük meg a tüneteket, mert ezek is nagyon érdekesek, és ugye itt minden gyermek különböző, mindenkinek más a temperamentuma, mindenki különböző tüneteket produkál, na de mégis hogyan vehetik észre a szülők, nagyszülők, pedagógusok, hogy itt valami nem stimmel, és lehet, hogy változtatni kellene valamin. A gyerek kiégés is alapvetően ugyan hasonló módon mérik, mint a felnőtteknél, tehát ugyanez a három összetevő az, ami jellemző lehet rá. Az egyik az, hogy érzelmileg egy kicsit kimerülnek ilyenkor a gyerek. Tehát és jelentkezik egyfajta elfásultság. Cinikusan, kritikusan állnak a dolgokhoz. És a harmadik, ami nálunk magyarokra főleg igaz szokott lenni nagyon sok tanulmányban, és a gyerekeknél is valószínű igaz, bár ilyen tanulmány még Magyarországon nem született, hogy elkezdenek kétségbe vonni azt, hogy ők itt elérhetnek jó eredményeket. A személyes teljesítményükkel lesz egy ilyen csökkent saját értékelésük. Hát, hogy így megkérdőjelezik a képességeiket, hogy én nem is vagyok talán olyan jó, matematikából? Igen, és bizonytalankodnak. Nagyon sokszor hajlamosak vagyunk kívülről a lustaságnak címkézni. Nekem nem egy olyan felnőtt esetem van, aki az, hogy gyerekként én lusta voltam, és amikor a mélyére ásunk, akkor kiderül, hogy lehet, hogy nem csak lustaság volt az, hanem a kudarctól való félelem, ami mögött ott volt az, hogy én inkább nem próbálkozok, mert ha próbálkozok és kiderül, amit én azt gondolom, hogy nem fog sikerülni, akkor aztán végképp leírhatom magam. Na de azt mondtad, hogy kudarctól való félelem, az nem egy... Reakció már. De ez nem egészséges, hogy ott van az emberben? Hogy úgy, nem tudom, nem merek belevágni egy új feladatba, mert mi van, hogyha nem sikerül? Igen. Vagy ezt kisítőségnek kellene inkább neveznünk? Ettől lehet valaki inkább kudarckerülő, és ettől nem mer belevágni. Tehát valamelyest ott van része az életünkben a félelmek. Tehát a félelmeknek van helye. Félni a kudarctól, hogy ez az, ami történik, de van olyan, amikor ez már nagyobb, mint az a vágyunk, hogy valamit kipróbáljunk, teljesítsünk, és ezért nem merünk belemenni helyzetekbe, újdonságokba. Itt azt is olvasgatom, hogy azért, ha már ez aggasztó mértéket ölt, akkor itt azért komoly problémák is felmerülhetnek. Itt még a depresszió is fel volt sorolva a listára. Így van, mert hogy tényleg vezethet oda a kiégés. Ami ilyen mindennapokban előfordul, és amire a szülők jó, hogyha figyelnek, az, hogyha változik a gyereknek az evési, alvási szokása, ezek a napi rutinjai. De ez mindkét irányba változhat. Tehát irányba. Nem az, hogy igen. Mondjuk sokat alszik a gyerek, hanem mondjuk aludhat mondjuk keveset is, vagy nem tud elaludni, annyira szorong már. Így van. Tehát ha nagyon-nagyon sokat alszik, az is, és hogyha nem tud aludni, az is. Illetve az, hogyha már így beszűkül, már nem érdekli ez, ami addig érdekelte. Hogyha már nem megy el a haverokkal sem. Ha már eddig nagyon figyelt rá, eddig érdekelte az a jegy, a tantárgy, de utána azt látjuk, hogy már egyáltalán nem érdekli, hogy már úgy gondolja, hogy ez már úgyis mindegy. És vagy nagyon izgul például.
egy-egy dolgozat elő szélsőséges mértékben, mert picit mindegyik belefér. De ha ezek így mintázatban vannak jelen egyik a másikkal, akkor jogos, hogy hát elkezdünk. De ilyenkor mit kell csinálni? Ilyenkor nem meg kell ölelni azt a gyereket, és azt mondani, hogy nem tudom, Marcika, úgyis sikerülni fog neked. És ha nem sikerül, akkor is a én kicsi fiam vagy. Vagy ilyenkor mi a jó reakció a szülő részéről? Tehát biztosítani azt, hogy én mindenképpen szeretlek, és elfogadlak, és hogy nem maga a jegy lesz itt a legfontosabb, és biztatni őt, ez a legfontosabb. Tehát egyrészt szeretné, és biztosítani őt az elfogadásról, hogy akármit csinál akkor is. A másik ez a biztatás, hogy én bízom benned. És ezt tényleg hitelesen közvetíteni, mert sokszor a félelmeink jönnek ilyenkor elő, és a szülőkben is azok jönnek, hogy Úristen, tényleg megtettem-e én mindent? Irattam elé külön órára, tanultam-e vele eleget, elég jól csináltam-e bármit, és mellette, hogy elkezdünk bízni a gyerekünkben, és ezt ki is tudjuk fejezni, hogy de én bízok benne, hogy te kihozod magadból a legtöbbet. És ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy ötös lesz, de hogy saját magához képest ő meg tudja azt tenni. Igen, a képességeikhez mérten kell ugye a gyerekeket, vagy mondjuk itt a testvéreket is kezelni, azért nagyon változatos az is, hogy mondjuk lehet, hogy a nővér éppen matematikából jó, és a fiú az, aki pedig nem tudom, a humán tárgyakban remekel, nem szabad összehasonlítgatni őket. Nézzük meg, hogy kiknél fordul ez a kiégés elő inkább itt most lányoknál, fiúknál, egyáltalán a korosztályok között lehet mondjuk, nem tudom, csoportosítani, válogatni, hogy valakire mondjuk inkább jellemző ez? Ilyen szempontból nem, a nemek között inkább az, hogy másképp élik meg. A nőknél jellemzőbbek, és így a lányoknál is, akár ezek az érzelmi tünetek, a fiúknál inkább ez a fásultság, vagy az, hogy ilyen kritikusabbak, vagy még cinikusabbak. És most ezek a jelzők, amiket mondtam, azért a serdülőkornak is a sajátosságai. Hajaj! Tehát, hogy itt azért meg kell nézni, hogy miről is szólnak ezek a dolgok. De hogyha ez így ez leginkább az iskolai teljesítésre vonatkozik, hiszen ott tudunk valamiben kiégni, vagy akár a sportba. Mert ugye arra se feledkezzünk meg, hogy a serdülő gyerekkor a néha sportolásnak is a kezdő időszaka, és azért ott is ki lehet égni. Egy versenysportban például gyerekként. Tehát néha nem is az iskola az, hanem ezek a plusz külön órák, ahol szintén figyelni kell arra, hogy meglegyen ez az egyensúly. Néha persze felborulhat, de ha tartósan és komoly tüneteket okoz, akkor ott mondjuk az ilyen külön óráknál, vagy a versenyszerű sportolásnál, a kimagasló, nem tudom, rajzóráknál mindig meg kell azért vizsgálni, vagy a szülőnek érdemes lenne önvizsgálatot tartani, hogy ezt most én akarom, én, mint szülő, vagy ezt most a gyerekem akarja, mert itt azért nagyon sokszor vékony a határ, nem? Igen, igen, így van, de ezt egy idő után ezért a gyerekek is tudják jelezni, az elején pedig a szülő fel tudja kínálni tárcán, hogy na, akkor melyik is az, amiben a gyerek meg tudja találni magát, mert itt a másik nagyon fontos dolog, hogy ő ezt élvezze, és legyen benne sikerélménye, mert minél jobban élvezi, annál könnyebb neki úgy benne maradni, hogy megvédje saját magát a kiégéstől. Most itt azt felsoroltuk, a sok-sok külön órát, a hétvégi programot, én azt veszem észre, hogy így március, április környékére a gyerekek teljesen elfáradnak, igen. Akkor általában jön ugye a húsvéti szünet, az egy kicsit feltölti őket, na de ilyenkor június végére egyrészt már kezelhetetlenné válnak szegény pedagógusokat, igen. Is azért sajnálom, de most azért a pihenés időszaka jön, el lehet ezt rontani szegény szülőknek, hogy ilyenkor sem hagyják pihenni a gyerekeket, hanem folytatódik a mókuskerék? Igen, akár folytatódhat, de azért javarészt belekerül a nyárba önmagától, és ez jó, és figyelünk rá, hogy legyen tényleg minél több struktúrálatlan szabadidő, amikor a gyerek csak úgy lébe szólhat egy picit, tehát akár nem csinálhat semmit, és nincsen neki megmondva, hogy akkor most a nagyihoz mész, vagy táborba, vagy bármi más, hogyha meg lehet oldani, és ez nem azt jelenti, hogy a tévé előtt bambul. Pont ezt akartam mondani, de hát ilyenkor ismerjük most a kisgyerekeket, legyen 8 éves, igen. Vagy mondjuk 14 éves, már kamasz, vagy felnőttecske, hát mit fog csinálni, előveszi a valamilyen kütyűjét, és nyomogatni fogja, vagy nézi a tévét. Így van, tehát azért szülőként ott kell lenni, hogy a nemeket kimondva, és a határokat kitéve teret adjunk, hogy a gyerek tényleg találjon valami olyan foglalatosságot, amit tud élvezni. Ezt elősegítheti, ha esetleg leülünk a gyerekkel, és átbeszéljük, hogy csinálunk akár egy ilyen nyári bakkancslistát. Hogy mi az, amit ő szeretne ezen a nyáron? Mi az, amit élvezne? Néha már lehet látni ilyeneket, hogy akár a tanárok és tanítók is adnak ki
Nézzük meg ezt, hogy akkor mi szerepeljen ezen, vagy milyen bakancslistát írjanak itt a szülők gyerekekkel együtt. Ötlet szintjén olyasmikre gondolok, hogy olvasni valamilyen szokatlan helyen, mondjuk fent a faágon ülve, vagy az asztal alatt a párnán, vagy megvizsgálni valamilyen önálltot, amit még nem láttam, vagy megnézni a csillagokat, vagy megnézni majd egy napfelkeltét. Csak hogy valami olyan élmény is legyen benne, olvasni egy olyan könyvet, amit én választok ki, vagy életkorhoztól függően, hogy elmenni először egyedül kenyérért egy kisiskolásnál, vagy bármi más olyan dolog, ami számára valamiért élményteli. És hogy ilyenekkel legyen, tehát hogy valami struktúrát ez már ad a nyárnak, amit ő választ ki, és hogy tudja, hogy akkor mit várhat, hogy mikorra mit tervezhet, és felkelteti az érdeklődését, hogy itt lehet élményeket szerezni. És ebből lehet töltekezni, és ebből lehet aztán újraindítani a szeptembert. Nagyon szépen köszönöm, Réka, hogy itt voltál velünk, és hát további jó munkát kívánunk nektek nyárra is. Köszönjük szépen!